Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Ez a motor, bár nem biztos, hogy mindenkinek ismerős, az autó, amiben eredetileg volt, az biztos, hiszen ez a The Real Allroad, Olivier A6-osának a motorja, amit ugye nagyon komolyan átépítettünk terepezésre, viszont ez a motor megszorult. Tudjuk, hogy korábban már kapott vizet, és tudjuk azt is, hogy természetellenes szögekben, tehát siratófalakon, meg rézsükön hajtották, ami mind vezethetett ahhoz, hogy ellöttyent az olaj, és emiatt megszorult. Viszont ez csak tipp. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, viszont most eljöttünk a Sakelmetal gépműhelyébe, kérünk egy kis segítséget, és meg fogjuk bontani a motort, ha úgy tetszik, felboncoljuk, azért, hogy kiderüljön, mi volt a megszorulás pontos oka. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! Ez egy viszonylag modern és bonyolult motor, bár most már azért elég jól lekopaszítottuk, ha jól látom, csak a HD pumpa maradt a helyén, és ahogy itt körbenézek a műhelybe, nem feltétlen ijednek meg az itteniek egy motor szétszereléstől. Bonyolult lesz, egyszerűbb lesz. Hogyan kezdődik egyáltalán a művelet? Honnan indulunk? Hát a művelet úgy kezdődik, hogy megpróbálják lecsontozni az egész motort, tehát leszedni a fedeleket, stb. Az, hogy hozzájutsunk a belsejéhez, tehát maga a tengerhez, a dugóhoz, a főtengerhez, és akkor ugye minden szét van szedve, és akkor nekiállunk ugye tisztogatni, és utána méricskélni. Szuper. Milyen értékeket mérünk, mi lehet az ok, mi lehet a meghibásodás oka. Így, hogy ennyit tud a motorról, amit elmondtam a felkonfban, mit gondol, mi lehet a probléma, mi történhetett? Kenési hát, elégtelenség? Amennyit én hallok, az esetből ugye akkor én is arra következtetnék, hogy valószínű, ugye, hogy ez egy aszfaltra termeszt autóba lévő motor, tehát az ilyen siratófalakat nem hiszem, hogy fogja viselni, mert ugye az olaj el fog libbenni. Tehát olajhiány léphet fel, kenés hiány, olajnyomás megszűnik. Jó, viszont ez egy sok szempontból nagyon érdekes motor, én jobban vagyok egy mérnökkel, aki dolgozott ezen, úgyhogy miközben bontja, én majd megpróbálok pár érdekességet elmondani, hogy mi olyan jó ebben a V6 TDI-ben, és miért olyan komoly Joker motorja ez a Volkswagen koncernek, úgyhogy kezdjük el! Ami biztos sokaknak szembeötlő, azok a műanyag szelepfedelek. Ugye ez ennek a V6 TDI-nek a második generációja, az elsővel először az első single frame Audi A7-esben találkoztak, ez viszont már a második generációból jön, így a motornak is a második generációjáról beszélhetünk. Az volt a legfontosabb fejlesztés, hogy kiviteltől függően ilyen 20-30 kilóval sikerült könnyebbre megépíteni ezt a motort, mint az elődjét, amihez nyilván köze van annak, hogy műanyag szelepfedeleket használtak, alumínium helyett magnéziumot használtak, vas helyett meg alumíniumot, tehát ahol tudtak, faragtak rajta. Egy klasszikus öntvény vas motorblokkról beszélünk, könnyű fém hengerfejekkel. A korai verziókban még volt magnézium ötvözet olajteknő is, de ezt később valószínűleg költségcsökkentési okokból hagyományos alumíniumra cserélték. V-térben van az hűtő, a szeparált hengerfej és blokkfejnek a szabályzása, a magas nyomású pumpa, valamint az hűtő is. A magas nyomású pumpa az, hogyha az ember lekupasztja fölőle a kramancokat, akkor a blokk kiemelése nélkül cserélhető. A szeparált hűtés szabályzás azért egy jó megoldás, mert a blokk és a hengerfejek más ütemben melegszenek. Ugye a motor gyors bemelegedése az nagyon fontos, szintén ugye az élettartam, meg a szárnyak kibocsátás csökkentése miatt. Most, ha leugrik a fedél, akkor látni is fogjuk a lánc áthajtás megoldását. Így-e! Két lánccal sikerült megoldani a motort. Az egyik az ugye a főtengelyről hajtja a vezérműtengelyeket, ez itt látszik, és a másik az pedig hajtja egyszerre az olajpumpát, aminek az előrehajtó tengelye itt fut, valamint a magas nyomású dízelpumpát.
Ez is egy komoly különbség amúgy a harmadik generációs V6 TDI-hez képest, hogy az nem hátulról kapja az olajpumpahajtást, hanem előről, így ezt a részt teljesen ki lehetett pucolni, és már elfért az elektromos szervó. Komoly probléma volt ezeknél a motoroknál, nem probléma, inkább megoldandó feladat, hogy az Audi hajtáslánc felépítésénél fogva, tehát hogy az első tengely előtt lóg minden, tömörre, nagyon rövidre kellett őket megtervezni, hogy minimalizálják az első tengely lógó súlyt. Ugye ez egy Audi sajátosság, az első tengely előtt van a motor, és az első tengely a váltóharangban fut át. Lehet még egy kicsit korai a kérdés, mert még csak a burkolatoknál tartunk, de mindig ilyen könnyen jönnek szét ezek, vagy azért ez most egy szerencsés eset? Hát ez a típusú autóknál általában azért könnyen jönnek a csavarok, tehát itt nem szoktak beszorulni, vagy menette együtt kijönni, vagy ilyenek. Mik a problémás motorok ilyen szempontból? Hát minél öregebb, ugye, annál hamarabb fordul elő ez a probléma. Vagy amikor már többször szerelték, és akkor le van sarkolva a csavar, vagy ilyenek. Menetet meggyötörték? Hát igen, meggyötörték, vagy van, amikor ugye már túl van húzva, vagy határesetben van, és menette együtt jön ki a csavar. Tehát elő szoktak fordulni ilyen hibát. Mi a fő profil itt a műhelyben? Mert ott látom, hogy vannak léghűtéses Porsche blokkok, ott van olyan motor, amin havasi felirat van, tehát felteszek a motorépítőhöz. Igen. De hogy inkább a polgári vonal, felújítások és generálok, vagy pedig a különlegességek. Mi a jellemző? Hát leginkább a kis haszongépjármű, abban jön legtöbb, tehát azoknak a motorjai érkeznek. De megvan most már az oldtimer vonal is, tehát oldtimereket is csinálunk. Mindez a Porsche is például, ez egy oldtimer motor. Panaszkodni szoktak a modern motorvezérlésekre, hogy bicikli lánc. Az nem ez. Viszont gondolnunk kell a velünk élők szellemi jólétére. Úgyhogy mikor kaptál utoljára ékszert? Hát nem mostanában. Nem tudom, hogy ezeknek a motoroknak hogy cserélik a vezérlését. A vezérlés cserénél, ami hát ugye jó sok kilométer jön el, hiszen láncos, olyankor a lánckereket is cserélni szokták? Hát szabály szerint ugye minden fogaskereket, ami kapcsolódik a lánccal, azt cserélni kell. Uh-huh. Mert ugye a használt következményben a fogmodul megkopik, és hogyha egy új láncot felrakunk, akkor annak a szemei nincsenek megnyúlva, tehát az akkor foghegyre fog valamilyen szinten érkezni. Tehát azt fogja csinálni a kopott kerék az új lánccal, hogy megnyújtogatja ugyanúgy a szemeket, a láncszemeket. És itt a besütött Audi logóból esetleg következtetünk arra, hogy ez gyári? Ez gyári. Hát ugye hirtelen ránézésre így szoktuk nézni a láncot, hogy van-e ilyen mozgás, hogy mozog-e a láncszem. Ugye minden lánc mozog újkorában is, de nem mindegy, hogy mennyi. Ha összefogjuk az új lánccal, akkor meg lehet állapítani, hogy ez az ív, ez ugyanekkora, vagy kisebb. És ha kisebb az ív, ugye az egy jó lánc ehhez képest, hogyha ennek nagyobb az íve, ez a rossz. Foglalkozott korábban már ilyen motorral? Hát az életem során találkoztam már ilyen motorral. És akkor annak alapján, azon tapasztalatok alapján ez a lánc most rendben van? Hát ezt így nem lehet megmondani, mert hasonlítani hát kéne mindenképp. Össze kell hasonlítani az újjal a régit, mert hát ki emlékszik rá, hogy most akkor mekkora ez a rádiusz. Ezeknél a csőtengelyeknél úgy hívjuk ezeket a csőtengely, mert ugye üreges belül, hogy könnyű legyen. És utólag vannak ezek a vezérmű vitykök felhúzva, vagy felrakva zsugorra. Tehát a vezértengelyt ugye lehűtik, a vityköket kicsit felmelegítik, és akkor ezt egy célszerszámba, pozícióba helyezik a tengelyen. Hirtelen a tengely megmelegszik, akkor megnő a kerülete, a bütyök, amikor kihűl, akkor annak csökken. Az zsugorodik, igen. Az zsugorodik, és ez köti rá. Igen, ez a túlfedés, ami... Hát ezt pontosan nem tudom megmondani, mert jár titkolja, hogy mekkora túlfedést használnak. Uh-huh. Mert ugye függ az anyag minőségtől, onnan ki van találva, hogy ez üzem közben a motor mennyit melegszik, mennyit tágul, tehát hogy akkor is megmaradjon a kötés. Le fogjuk venni a hengerfejet, meglazította, kijött az összes csavar. Nekem tippjeim vannak, hogy mit fogunk látni, hogyha esetleg a
porlasztók már oda vannak, akkor előfordulhat, hogy nem szép a porlasztási kép, elkezdik locsolni, vagy húgyozni be a gázolajat, és akkor a dugattyú meg tud repedni, meg tud égni. Ilyet esetleg láthatunk. Meglátjuk. Bármi más esetleg, összeütött szelepek, ilyesmi előfordulhat? Az is előfordult, ha a vezérlési problémánk is volt. A vezetőstift egy kicsit tartja még. Brezonok? Brezonok, igen. Ó, nem látok károsodott dugattyúkat. Nem tudom, hogy ez ilyen mértékű elkormoltság egy dízelmotornál mennyire normális. Hát ezt most hirtelen ránézésre még azt mondom, ez igen. A kamra átmérő az úgy néz ki, szép kerek, tehát hogy nincs leégve a széle. Vagy meghordósodva? Igen. És, nem látom. És így nem látunk rajta repedés sem. Viszont ez itt csak olyan, mint a sár lenne, homok vagy? Nem, az a befecskendező ugye több furaton fecskendez be, és akkor a mellette lévő felületen szokott ezek megjelenni. Nézzük meg a szelepeket. Szelepte. Itt ugyanúgy nem látszik szelep összeérés a dugóval. Égés nyom sem látszik. Akkor tovább kell keresnünk lent. Igen, tovább kell mennünk a hiba kereséssel. Ahhoz, hogy hozzáférjünk a főtengelyhez, meg hogy le tudjuk venni a motor alját, ahhoz először ez az első záró, igen, ez a motorra lehet, tehát az első záróelemet le kell venni. Viszont itt ugye nagyon öreg műanyag elemek vannak, összerohadt gumitelítések vannak, emiatt hát nagyjából csak úgy tudunk dolgozni, hogyha ketten egyszerre két irányból megfeszítjük ezt a panelt, ugye? Igen. Akkor utána próbáljuk. És fel kell áldoznunk a műanyag fedelet. Igen. Jó, itt most nyertünk egy picit, talán itt lenne értelme én... még, nem? Azaz. Hoppá! Jók leszünk. Na, és akkor hát a burkolat az annyi. Nyomasztó mennyiségű homok jön ki belőle. Igen. Mindenhonnan. Hát egy vagon homok van ott. Igen, és itt van a... Ugye ezt feláldoztuk. A kiegyenlítő tengely túloldal, amit előbb néztünk. Igen, és ha megnézzük, itt már volt vízszivárgás. Igen. Ez vízkő? Hát ez vízkő. De ez ilyen kalcitos. Hát igen, mert az a fagyáló, azért piros. Igen. Kicsit. A fagyáló nyoma. Tehát itt már a műanyag már öregedett, itt már tömítettség nem volt elég jobb. Előkerült az a hadszögtengely, ami hajtja az olajpumpát, és ezzel kapcsolatban Zoltánnak volt egy megjegyzése, hogy mi a jó ebben? Ebben a hadszögben az a jó, hogy ez sokkal erősebb, nagyobb átmérő, mint a 2000-es CRD-kben, amik vannak, mert az csak egy 6-os, uh-huh. És azoknál az a probléma, hogy megkopik és átforog. Ugye leszettük az alsó deknit, de van egy felső dekni is, ugye ez az az alkatrész, amiről mondtam, hogy eredetileg magnéziumból tervezték, de aztán nem találtak alumíniumra, viszont még mindig látszik a rácsháló, ami megmaradt az öntvényből, és ebben a súlycsökkentés egyében vélhetően alumínium csavarokat használnak, tényleg semmi súlya sincs a csavaroknak. Ez azért jó, mert szerelés után nem lehet visszatenni, ezt mindenképpen újra kell cserélni. Miért is? Hát mert van ennek is egy meghúzási nyomatéka, és ezt ha még egyszer meghúzzuk, ez elszakadhat. Tehát ez tartós alakváltozáson megy át, amikor meghúzzák, igen. Igen. Jó. És még egyszer, már egyszer meg van nyújtva az anyag, és ha még egyszer ugyanabban a nyomatékkal lehúzom, akkor félő, hogy elszakad. Mekkora orbitális lentömegek vannak ezen a folyótengelyen. És ugye, hogyha ez a motor egészséges lenne, akkor ezt itt most már könnyedén meg tudnám mozdítani kézzel. De a mellékelt ábra mutatja, nem tudom. És ami még szintén látszik, azok a dugattyúknak az alsó olajsprisznyei, olajzsprisznyei, ezeknek a hűtésben van szerepe, ugye? Igen, dugattyú hűtés. Hát ez nem mozdul. Beállt, mint a klinikai halál. Ez igen. Úgyhogy akkor itt megpróbálják először is a fekvő kenyeret leszedni, meg hozzáférjük minden csavar, hajtókkal csavarhoz.
akkor meglátjuk, hogy hogyan tovább. Ez a fekvőkengyel, az ennek könnyen meg kell indulnia, ugye? Ezeknek a csavaroknak megtesz. Ez egy offset csapolású főtengely, tehát a hajtórudaknak az alsó bekötési pontja egymáshoz képest eltolt egy ilyen jó 10 mm-rel, 15-tel. Mert ugye ez a kettő kijött, de ez a kettő ez nem akar. Tehát itt vélhetőleg melegedési probléma volt, azért is van összeugorva az anyag. Beszélgettem korabeli mérnökökkel, akik azt mondták, hogy egy nagyon nagy érvágás volt a motorfejlesztésnek, amikor kivezették az iparból az ólom alkalmazását. Tehát ezeknél a csapágyaknál használtak olmot nagyon minimális mennyiségben, de az új környezetvédelmi előírások már ezt sem engedték meg, és általában azok az olmozott csapágyak voltak nagyon tartósak. Igen. És ezek viszont már teflonosak, ha jól tudom. És hát hogy... van, ami teflonos, van, ami... ez igen. És hogy tehát ezek ez a fajta, már... igen, ott látszik is a színén, hogy ez teflon. Igen. És hogy ezek kevésbé bírják a strapát, tehát hogy az ólom, ha bekerült valamilyen szennyeződés, akkor egész egyszerűen megfogta. Beágyazódott. Ez viszont nem tudja beágyazni, mert túl vékony ez a teflon réteg és túl kemény. És itt a csoda. Meg is van. Ez meg is forgott ez a csapágya fészekbe. Megforgott a csapágya fészekbe, és akkor itt belemunk. Á, látom. Bocsánat, megpróbálom egy... Igen. Hogy ott, itt látjátok a... Ugye ennek a választóvonalnak, ugye két csészéről beszélünk, ami így illeszkedik. Ennek a választóvonalnak itt kéne lennie a hajtóorú csapágynál. Viszont nem ott van, hanem hát egy jó negyedével. Igen, hát ez 90 fokkal elfordult. Így van. Lábbis most, amit látunk, hogy 90 fokban van, de lehet, hogy ez menet közben többször átfordult már. És itt látszik a nyíródás, ahogy kidolgozta oldalra. Igen. Itt, hát gondolom felhevült, meglágyult. Igen. És emiatt itt keletkezett egy perem, itt a csavarhúzó hegyé. Így ürte a csapágyat oldalra. Ez itt egy egészséges csapágy volt ebben a csészében, abban az értelemben, hogy ez nem állt be. Tehát ezt még tudtuk mozgatni a szétszerelés előtt. Abban az értelemben viszont teljesen egészségtelen, hogy ebbe is látszódnak szemcsékbeágyazódva. Ugye tudjuk, hogy ez a motor kapott vizet, és bár utána sokszor lecserélték benne az olajat több alkalommal, azért csodákat nem lehet tenni, ebbe is beágyazódott a szennyeződés, és további kopást okozott. Ellenben az offset páron vele egy csapon lévő hajtórúdnál ismét elforgott egy, hát megint egy 25-30 fokkal nagyjából a csapágy, tehát itt megint ugyanaz a probléma áll fenn. Nézzük meg a középső hengerpárt, az olyan egészségesnek tűnt az előbb. Hát, ez sem jött be. Nem? Mert ez is elfordult. Ez is elfordult, igen, akkor ez sem egészséges. Pedig finoman mozdult, amikor előbb megnyomogattuk. Igen, hát a csavarhúzóval még tudtunk rajta mozdítani. Ez ilyen hajtókarostó. Igen, együtt maradnak, úgy döntöttek? Benne maradt a csapágy. Most. Így. Na, és hogyha igazán nyomorú dolgot akartok látni, ez az, amit előbb már fejtegettünk, hogy itt van ez a megfolyás. Igen. Hát, hogy ez a... Tehát ez teljesen körbeforgott. Ugye úgy kezdődik a dolog, hogy ugye olajhiány fellép, ugye valahol rátapad a tengelyre a csapágyfém anyag, azután elkezdi kimarni az egész csapágyfémet, és akkor itt most már csak az acélházat látjuk. Igen. Ebből eltűnt a csapágy belső. Igen, és jól látszik, hogy ennek pereme van. Nem tudom, élesre áll-e. Igen. Hogy annyira kilágyult az anyag, hogy kidolgozta egy ilyen kis manzsettának a benne lévő fémet. Teljes berágódás van. Annyi kráter van rajta, mint a hold felszínén. Igen, hát valószínű, ugye nyilván kopás is van ezáltal. Viszont ezeknél a tengelyeknél ugye kéregedzés van, és ilyen hőhatást, amikor ezek kapnak, ugye megnől a hézag, tehát nem csak hőhatás van, hanem dinamikus ütés is éri. Ezáltal a tengelynek az edzett rétege megreped.
Tehát ilyenkor nagy valószínűség eszletengelyt már nem lehet javítani sem. Értem, ez kuka, egy új rezervű tengelykel. Főtengely. Ah, bocsánat. Új főtengelykel. Igen. Egy ilyen motornál ezt gondolom gazdasági totálkár. Kimondhatjuk, hogy kenési elégtelenség, hogy egyszerűen igen, fizikailag nem kapott olajat, megszűnt a filmréteg. Imádva elküldte nekem az olajvizsgálati jegyzőkönyvet. Vastartalom az értelemszerűen kifejezetten magas, ha jól értem, ez a 17,6, ez magasnak számít. Igen, hát ez gondolom a fémre felé, hogy belekerült a kopadékok. Igen, nagyon fontos, hogy ez az olajminta már akkor került be a laborba, amikor beállt a motor, tehát utána engedtük le belőle a károsodás után. Igen. És akkor itt van a szakvélemény, miszerint a minta viszkozítása megfelelő, a savszám és a bázisszám aránya normális, az oxidációs értékek alapján az olaj öregedése mérsékelt, a kopásfémek értékei alapján enyhe kopás jelei mutatkoznak, megemelkedett vas, alumínium és réz tartalom. A minta alapján kiülepedett szennyezés található, a szilícium tartalma magas. Javasoljuk az olajcserét. Hát, ez lehet, kevés neki. Lehet, hogy már nem menteni meg. Igen. Hát a szilícium az a csapágyból jön ki. Tehát az alumínium csapágy ötvezet a szilícium benne. Olajnyomásunk volt. Az volt. Az olaj minősége megfelelő a labor mérései szerint, akkor tényleg csak az marad, hogy a természetellenes használat miatt, az elbillenés miatt egész egyszerűen nem tudta már felvenni az olajat, megszűnt az olajfilmréteg, megmelegedett a csapágy, megolvadt, megszorult. Ez így van. Nagyon szépen köszönöm ezt a mai napot. Őszintén szóval sokkal érdekesebb volt, mint vártam. Igen, hát sajnos ez történik, amikor nem minden tervezetnek megfelelően használják az autót. Igen. Viszont, hogyha érdekel titeket, hogy mi lesz az Audival, mert már ott is előre haladott lépések történtek, akkor menjetek át a másik csatornára, mert hamarosan bizony menni fog az autó is. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és köszönjük, hogy itt voltatok. A legfontosabb kérdés, hogy mi lesz a motorral és a menthető alkatrészekkel, mert most így felületesen nézve azt látjuk, hogy a hengerfejek, a dugók, meg maga a henger tömb, az menthető, nem látunk szabad szemmel látható károsodást a hengerfalon. Úgyhogy arra gondoltam, ha van köztetek olyan vállalkozó szellemű hobbi művész, aki csinálna víztárgyakat, a motortól, a dugóból, asztalt, a henger tömbből, vagy hasonló, vagy esetleg állólámpát a főtengelyből, akkor jelentkezzetek, odaadjuk az alkatrészeket, és karácsony környékén csapunk egy jótékonysági árverést, hogyha sikerül ezekből valami király és látványos dolgot kihozni. Úgyhogy várjuk a jelentkezést!